Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tordai Bencének, elsősorban és kérdező társunknak. Kajkó Ferenc van itt velünk, a növekedés.hu újságírója. Köszöntünk sok szeretettel. Hát érettségi időszak van, úgyhogy akkor feszítsük keresztre a vendégünket, ha már mégiscsak szigorlatról van szó. Tiéd az első kérdés joga. Rendben, jelentősen romlott egész Európában a külgazdasági környezet az utóbbi 3 hónapban, és úgy tűnik a kilátások is sokat romlottak. Ez Magyarországot különösen érinti abban a tekintetben, hogy egy kicsi nyitott gazdaság vagyunk, és tulajdonképpen az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi helyzet fényében ön a államháztartást és a költségvetést hogyan igazítaná ki, a költségvetést ebben a szituációban? Jó reggelt kívánok! Értem én, hogy most engem szigorlatoztatnak, de azért lássuk be, ez elsősorban a kormánynak a feladata és felelőssége. Elég nehéz helyzetben manőverezték magukat, és most látszik, hogy a Fidesz megszorításokra készül. Az a probléma, hogy nem nagyon van tekintettel se az emberek megélhetési problémáira, se a mikro- és kisvállalkozásokra, sem az önkormányzatokra. Viszont akiknek az érdekei továbbra is szem előtt tartja, azok a Fidesz közeli oligarchák. Tehát látjuk például, hogy sikerült úgy kivetni az újabb adókat, hogy Mészáros Lőrinc és barátai még véletlenül sem vállalnak részt a többletterhekből. Ehhez képest gyakorlatilag mindenki másnak nehezedik az élete, de szerencsére Lőrinc barátunk például, ahogy hétvégén is kiposztoltuk, üdülő városokat épít Horvátországban, meg hát futja az extra profitból sok mindenre, de hát folytathatnánk a sort a kaszinókkal, vagy éppen Orbán Viktor édesapjának a közel 50%-os profit kulcsa a dolgozó bányájával. Szóval, hogy ilyen cégekre kéne ráterhelni a Párbeszéd álláspontja szerint azt a plusz bevételi kényszert, azt a plusz adóterhet, amire most feltétlenül szüksége van az államháztartásnak, hogy ne álljunk fejre, és nem például a kisvállalkozásokat kéne nyomorgatni. Azt nem tartja, egyébként, jaj, bocsáss, mert nem tartja jónak azt a lépést, ami éppen a minap jelentettek be, hogy 1000 milliárddal csökkentik a minisztériumok költségvetését, és nem kell tartani attól, hogy ez ugyan a hírek szerint érinti majd az ottani dolgozókat is, de hogy ez a továbbiakban majd esetleg hát a minisztériumok hatáskörébe vagy alá tartozó szervezeteket fogja majd megrövidíteni, és esetleg nehezíti majd a további munkát. Hát a megszorítás akárhogy is nevezzük, tehát hogyha emberek fizetésén spórolnak, akkor belőlük munkanélküliek lesznek, aztán őket támogatni kell, bár tudjuk, hogy Magyarországon az egyik legszívtelenebb, mindössze 3 hónapos az álláskeresési támogatás felső határa, de ugyanígy azért még ha vannak is olyan beruházások, amiket mi is azt mondjuk, hogy jobb lenne soha meg nem valósítani, de ha ezek be vannak tervezve, hogyha erre le vannak szerződve, hogyha a gazdaság sokszor általában az építőipar beállt arra, hogy ezekből a megrendelésekből él, hogyha ott visszaveszik a megrendeléseket állami oldalról, akkor azzal megint belassul a gazdaság, megint munkahelyek veszhetnek oda. Tehát azért lássuk be, hogy egy megszorítás, akárhogy is kommunikálja azt a kormány, nem fog jót tenni Magyarországnak. Még az első kérdésre visszacsatolva szerettem volna csak annyit kérdezni, hogy önök egyébként azt hiányolják, hogy az említett területek nem kerültek bele abba a körbe, ahol az extra profit adó jelentkezik, vagy azt, hogy egyáltalán azokat a területeket érinti, mint a gyógyszeripar, a telekommunikáció, amiket érint, és nem mondjuk az építőipart. Nem az extra profitot adóztatják, tehát ez megint egy ilyen kommunikációs szómágja. Jó lenne megnézni, hogy hol keletkeztek ténylegesen nagy profitok, meg úgy általában, hogyha nem az óriás cégeknek lenne egy adóparadicsom Magyarország, ugye az effektív, tehát a tényleges adókulcs az 5% alatt van, sőt a 30 legnagyobb cég kb. 1% körüli társasági adót fizet, tehát ezekkel a problémákkal kéne foglalkozni, hogy miközben az áfa, amit minden ember fizet, fent van az égben, aközben a nagyvállalatoknak már hosszú évek óta az adókulcsa lent van a földön. Ez egy adóparadicsom, és értem, hogy a kormány a hosszú távú versenyképesség növelés, vagy általában a vonzó társadalmi környezet megteremtése helyett az alacsony adókkal próbálja idehozni a nemzetközi befektetőket, de szerintünk nem ez a hosszú távú fenntartható gazdaságfejlesztésnek az útja. Szóba került itt az áfa csökkentés, és ezzel kapcsolatban szerintem a inflációról is érdemes beszélni, és az inflációs környezetről. Most azért szerte Európában elég magas az infláció, azért olyan gazdaságokban is, mint Németország évtizedek óta nem látott magasságokba emelkedett a drágulás.
talán az olajválság óta nem láttunk ilyesmit. Magyarországon is nyilvánvalóan magas az infláció. Ugye a kormány erre bevezetett több intézkedést is, többek közt az ástopokat. Önök, ha jól tudom, azért ezeket volt, hogy kritizálták, és hogy milyen módszereket alkalmaznának önök az infláció megfékezése érdekében? Való igaz, az infláció az egy nemzetközi jelenség, azért tegyük hozzá, hogy Magyarország az inflációs mutató tekintetében a felső harmadba tartozik, és akkor ezek, hogy pontosan milyen módon kozmetikázott számok, abban nem biztos, hogy érdemes belemenni, mert a kormány nem jön neki belőle jól. De az igaz, hogy elégedetlenek voltunk, elégtelennek tartjuk a kormány intézkedéseit, tehát például egy áfa csökkentés az alapvető élelmiszer, alapvető megehetési cikkek körében, gyermeknevelési cikkeknél, a sokkal többet hozna a konyhára az embereknél, mint az a néhány tényleg nagyon szűk körben megvalósított ástop. A másik oldalon viszont ezeknek a rendszere is igazságtalan, hiszen most a hétvégének ugye a friss fejleménye, hogy például az energia árstoppot, azt megszüntették, értsd, hogy brutális energia drágulás, egy energia áremelés sújtja az önkormányzatokat és a kisvállalkozásokat, akik ezt nem biztos, hogy ki fogják tudni gazdálkodni egyszerűen. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mitől gondolják, hogy az önkormányzatok például plusz bevételek nélkül meg tudják oldani a plusz kiadások fedezését, a plusz bevételek szerzését pedig megtiltotta törvényileg a kormány. Innentől kezdve az emberek hétköznapi életét szolgáló helyi szolgáltatások színvonala fog esni, tehát ez is a megszorításoknak egy újabb fajtája. És azt mennyire tartja igazságosnak, helyesnek, amit önök javasolnak a Párbeszéd alapjövedelem, mindenki számára járó alapjövedelem bevezetését, tehát hogy semmi differenciális nem lenne a tekintetből, aki tesz-e azért valamit, vagy sem, mindenki egységesen kaphatna ezt. Párbeszéd egy hibrid alapjövedelem modell dolgozott ki, nem mindenki kapná, minél többet keres, minél magasabb valakinek a jövedelme, annál kevésbé, és a felső három tized egyáltalán nem részesülne belőle, de azért ez azt jelenti, hogy 10-ből 7 embernek ez tényleges segítséget jelentene, és való igaz, minél nehezebb helyzetben van valaki, annál több plusz pénzt hozna ez a konyhára. Mi azt mondjuk, hogy ebben az országban ilyen árak mellett az, hogy valaki havi 100 000 forintnál kevesebből megéljen, az nem életszerű. Erre lennének források, egészen más típus újraelosztás, nyilván nagyobb egyenlőséget jelentő újraelosztás, az óriás cégektől, meg a milliárdosoktól nagyobb felelősségvállás kéne ahhoz, hogy mindenkinek az emberhez méltó életet garantálni lehessen, de szerintünk egy politikai közösségnek, amit az állam testesít meg, és a kormány kéne, hogy intézze ennek megfelelően a dolgainkat, ez lenne a feladata. Úgyhogy mi továbbra is szíves örömest javasoljuk az alapjövedelem bevezetését, a számításokat az alapjövedelmet.hu oldalon megtalálják. A kormánynak egyébként minden évben benyújtjuk a költségvetéshez azt a módosító csomagot, ami bemutatja, hogy honnan kéne elvonni, hova kéne hozzáadni. A lényeg az, hogy nem lehet ennyire az útszélén hagyni az embereket, nem lehet, hogy egy lyukas szociális hálón a földig essenek, és egyszerűen ne tudjon már feltápászkodni onnan valaki. Hogyha már a lakosságról van szó egyébként, akkor még megint csak visszacsatolva egy pillanatra az érintett szektorokra, ugye az adónemek tekintetében. Gyakorlatilag ön szerint mi lesz most majd a kisboltosokkal? Mert hogyha vásárlói oldalról nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy minket fog majd a leginkább terhelni az az adóemelés, amit nekik aztán vissza kell pörgetniük az államkasszába, de hogyha ők emelik az árakat, akkor gyakorlatilag növekedik annak a mértéke, hogy mekkora összeget kell majd visszapörgetniük. Tehát nem biztos, hogy ebben van ilyen logika, hogy az a cél, hogy a vásárlókra terheljék ennek az összegét. Érthető, hogy mire gondolod? Tehát, hogyha nem most biztos, valamit megvettem 100 forintért. Az inflációs félelmekről beszélünk, azok jelen pillanatban is teljesen validak. Tehát amikor azt látjuk, hogy igen, például a kisboltosok, mint kisvállalkozók magasabb energiaköltségekkel szembesülnek, emelni fogják az árakat. Ugye Magyarországon azért különösebb nagy probléma az infláció, mert egyszerűen az embereknek az elkölthető jövedelme sokkal alacsonyabb, mint más uniós tagállamokban. Tehát amikor például pont az elkölthető jövedelmekben már Románia is megelőzött minket, nemhogy Szlovákia, Csehország, Lengyelország, és lassan Bulgáriával versengünk a legszegényebb uniós tagállam címért, akkor nagyon nem mindegy, hogy jövedelmi oldalról megtámogatjuk-e az embereket egy ilyen megélhetési válságban, és eközben próbálunk-e ároldalon is beavatkozni, vagy sem. A kormány ároldalon avatkozik csak be, és nagyon haloványan, és egyszerűen elmulasztja azt, hogy a jövedelmeket emelje. Igen, lehet, hogy lenne minimális inflációs plusz hatása, de azért nagyon nem mindegy, hogy hol van a pénz a gazdaságban. Vissza lehet venni, tehát lehet hűteni a gazdaságot például azzal, hogyha állami költésekből lefaragnak, olyan beruházásokat leállítanak, amire semmi szükség, és helyette azt a pénzt inkább az emberek mindennapi szükségletének a kielégítésére fordítják. Egy ilyen válságos környezetben ez a helyes erkölcsileg.
Azért nem is biztos, hogy minimálisan, mert ugye a balti államokban most talán a legmagasabb az infláció Európában, és ott, ha jól tudom, épp a jelentős bérnövekedés miatt volt nagyon magas az infláció. Tehát mégiscsak azért ez nem biztos, hogy nem áll, még lehet még jobban megemelni nálunk az inflációt, és azért az látható, hogy szóba került Szlovákia, Szlovákiában is magas az infláció, és tudtommal megviseli a szlovák állampolgárokat is. Kérdésem igazából az lenne, hogy honnan vonnának el, milyen költségeket fognának vissza, tehát hogyan oldanák meg, hogy ez ne emelje tovább az inflációt, illetve az áfával kapcsolatban is szerettem volna kérdezni. Azért az áfa emelés, az áfa csökkentésnél láttuk, hogy ez nem jelentkezik feltétlen a fogyasztói árakban. Tehát, hogyha áfát csökkent egy kormány, akkor az rendszerint elnyelődik valahol a kereskedőknél. Hogyan garantálnák, hogy ez feltétlenül átmenjen a fogyasztókhoz, és az emberek ténylegesen érezzék ennek a állásos hatását? Az infláció önmagában is probléma, nagyon kellemetlen és rosszat tesz a gazdaságnak, meg a hétköznapi élet menedzselésének is, de azért, hogyha együtt emelkednek a fizetések, a jövedelmek, a nyugdíjak, a társadalmi juttatások az árakkal, mint ahogy például a balti államokban vagy Szlovákiában, akkor az azért egy megoldható gond. Magyarországon az az elsődleges probléma, hogy miközben magas az infláció, nem követi ezt a béremelkedések, a nyugdíjemelés vagy a szociális juttatások emelésének az üteme, ha ezek egyáltalán emelkednek. Tehát nem véletlenül sztrájkolnának most is a tanárok, hogyha nem lenne törvényileg megtiltva nekik, egyszerűen elértéktelenedett a fizetésük, de ugyanígy van a családtámogatások jelentős részével, a 2010 óta nem emelt családi pótlék 12.200 forintját most már gyakorlatilag kiröhögik az emberek, tehát aki gyereket nevel és látja, hogy ez milyen költségekkel jár, az azt mondja, hogy ez semmire nem elég. Most persze az áfa csökkentés az nem csodaszer, de nehéz egyszerre azt mondani a kormánynak, hogy amikor mi csökkentettük az áfát, mert volt az elmúlt néhány évben ilyen áfa csökkentés, sertés, hús meg hasonló területeken, hogyha akkor működött, hogyha akkor hittek benne, hogy ezt át lehet vinni a fogyasztói árak csökkenésére, vagy legalábbis az árnövekedés megállítására, akkor most miért nem hisznek benne? Tehát én visszakérdeznék, hogy mi változott a árak kezelésében, a kiskereskedelemben azóta, talán lazult a szigor, vagy kiengedte a kormány a gyeplőt a kezéből? Mi történt? Én ugye úgy tudom, hogy az áfa csökkentés akkor nem feltétlen csak az árak csökkentése, hanem részben a hazai termékeknek az import elleni védelme érdekében, főleg a tej esetében az áfa csökkentésnél ugye volt egy ilyen célja is ennek. Tehát talán a cél az, ami változhatott azóta, illetve a külgazdasági környezet azóta megváltozott jelentősen. Hát én úgy tudom, hogy az Európai Unióban nem lehet különböző áfa mértéket kivetni az importtermékekre, meg a hazai termékekre, úgyhogy nyilván ezzel nem lehetett nagyon megfordítani itt a tendenciákat. De az biztos, hogy a kormány elmulasztotta, hogy egy versenyképes hazai élelmiszergazdaság létrehozását segítse. Tehát valóban nagyon sok olyan ágazat van, ahol egyszerűen versenyképtelnek sajnos a hazai termékek, és ez ellen mindenféle ilyen ároldali hókusz-pókusszal nem nagyon lehet tenni. Tehát kéne inkább segíteni. Szeretnék egy pillanatra rácsatlakozni a Mandinernek a minap adott interjújában az egyik mondatára, ami úgy hangzik, hogy az ellenzéki oldalon a versengő együttműködésről szól most a párharc, illetve a párbaj nevezzük talán így. A versengés szót szeretném egy picit elemezni a tekintetben, hogy most jelenleg az ellenzék azt mondta, hogy azért veszítették el a választásokat, mert nem volt egységes gondolkodás, nem volt olyan hozzáállás, ami mindannyiuk közös érdekét képviselte volna, sokan elengedtek olyan dolgokat, ami számukra egyénenként fontos lett volna. Versengés, ha a sportból indulok ki, akkor lehet felhajtó erő is, még jobb teljesítményre sarkalhat, de mehet egymással szemben is. Önök hogyan látják most az ellenzék működését? Azért mondtam, hogy egy szolidáris versengés, egy olyan versengés kell, ami nem felejti el közben, hogy mi egy sorsközösségben vagyunk, tehát egy kiépült hibrid rezsimben próbálunk minél több embert megmozgatni. Legyen az a versengés tárgya az ellenzéki pártok között, hogy kipróbál, ki tud több emberhez elérni, ki tud több embernek reményt adni, hogy nem ülnek ezek a figurák örök életünkben a nyakunkon, hogy az a politikai kapitalizmus, ami kizsákmányolja az embereket is és a környezetet is, az nem fog örök időkre ebben a formájában működni. Nekünk ez a dolgunk, a Párbeszéd zöld pártként próbálja ezt elsősorban a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság szempontjából
ezeken keresztül megjeleníteni, és nagyon sok sikert kívánunk a többi ellenzéki pártnak is, mert minél sikeresebb az összes ellenzéki párt együttvéve, annál jobb esélyünk. Igen, de azért most azt látjuk a nyilatkozatokban, hogy oda-oda szúrnak egymásnak, hogyha éppen valami nem tetszik, vagy másképp gondolkodnak. Én például ebben az interjúban nagyon tudatosan igyekeztem véletlenül sem odaszúrni. Szerintem ezeket meg tudjuk pompásan beszélni a parlamenti folyosókon, vagy az önkormányzatokban, hogyha egy kicsit ugratni támad egymást kedvünk. Nem hiszem, hogy azon keresztül érdemes ezt a meccset játszani, hogy ki tud a másiknak fájóbb oldalszúrást bevinni. A Párbeszéd legalábbis nem ebben gondol. Ha már a parlamentet említette, ott azon túl, hogy oldalszúrásokat végezzenek el a kormányon, értelmes, racionális, jó javaslatokkal mennyire gondolja, hogy versengő módon tudják egymás felülmúlva befolyásolni a parlament munkát, illetve hogyha ezek nem kerülnek elfogadásra, akkor milyen más eszközük, amit tudnak tenni annak érdekében, hogy ne pattanjon le mindig a kormány oldalra az önök esetleg jó javaslata? A parlament elsősorban a társadalmi diskurzus befolyásolásának a terepe, tehát a napirendre lehet tenni dolgokat, és hogyha 28-szor mondjuk el, hogy bizony a közszférában béremelésre van szükség, akkor lehet, hogy a kormány egy kicsit nehezebben kerüli meg ezt a kérdést. Ennél sokkal több eszközünk nincsen, való igaz, ritkán szoktak elfogadni ellenzéki javaslatokat, és ha igen, akkor is el kell kezdenünk gyanakodni, mert kiforgatják, átírják úgy, hogy a szerzője sem ismer rá. Például Magyarországnak úgy született klímatörvény, hogy benyújtottam egyet, teljesen átírták, és aztán elfogadhatatlanná formálták, de ezzel együtt lehet elérni azért eredményeket. Például kimondták, hogy egy biztonságos távolságban 2050-re Magyarországnak is klímasemlegessé kell válnia. Az egy másik kérdés, hogy ehhez például cselekvési terveket egyelőre nem rendeltek hozzá, pedig abban az energiaválságban, amiben most vagyunk, minden korábbinál világosabb, hogy mennyire nagy mulasztás volt, hogy még mindig egy energiapocsékoló, egy anyagpocsékoló gazdaságban élünk, és nem egy fenntartható társadalmat építünk. Hogyha 2010 óta egy zöld szemléletben kormányoznánk, akkor most arra nagyjából harmadával kevesebb lenne Magyarország energia szükséglete. Ehhez képest a kormány nemhogy ezt mulasztott el, de még kiszolgáltatottá is tette az országot, elképesztő energiaimport igényünk van, tehát 2010-ben még exportálni tudtunk energiát, most pedig a fogyasztásunk jelentős hányada külföldről származik, és amikor beüt egy ilyen krak, mint a szomszédban folyó háború, akkor látszik, hogy ez mennyire sebezhetővé teszi Magyarországot. Tóth Bence, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ezt a mai napot. És köszönjük szépen neked is a segítséget. Köszönöm szépen.